Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Zöldváros környezetvédelmi felmérés kezdődik Tamásiban. Útfelújítás Bonyhádon, 5 utca újul meg kormányzati támogatásból. Szakképzés az érettségi után, 20 ágazatot és 40 szakmai kimenetet kínál a Tolna megyei szakképzési centrum. A Bonyhádi Öte lett az év önkéntes tűzoltó egyesülete, 605 szervezet közül választották ki a Tolna megyei csoportot. Nemzetközi felmérés veszi kezdetét a klímaváltozás gazdasági hatásairól, melynek részese lesz Tamási város is. Az eredményt a település beépíti saját klímastratégiájába és felhasználja a jövőbeni tervezési folyamatokba, mondta Porga Ferenc polgármester. Tamási a Zöld Város cím elnyerésére készül, így e tekintetben is különösen fontos tapasztalatokat hozhat a felmérés. Klímaváltozás életünk minden részét érinteni fogja. Korán sem csupán azokon a területeken érezteti majd hatását, ahol ma is nyilvánvaló jelei vannak a változásnak, de átfogó társadalmi-gazdasági átalakulásnak leszünk tanúi. A klímaváltozás veszélyeivel foglalkozik az a nemzetközi tanulmány, melyet a Pannon Egyetem szakembergárdája végez Magyarországon, kapcsolódva egy Európai Uniós kezdeményezéshez. Tamási már rendelkezik klímastratégiával, ennek a felmérésnek az eredményei a jövőben befolyással lesznek terveinkre, mondta Porga Ferenc polgármester. Ez egy részletes felmérést fognak végezni az egyetem munkatársai. Itt különböző vizsgálatok lesznek, a talajtoni vizsgálattól a levegős tisztaságig. Részletesen fogják vizsgálni a helyi, tehát a tamási adottságokat, és a társadalmi-gazdasági szervezetekkel készítenek majd mély interjúkat, ebből pedig következtetéseket vonnak le, és ajánlásokat fognak tenni a települések felé. Ezek az ajánlások arra lesznek alkalmasak, hogy cselekvési tervek készüljenek a várható környezeti hatások kezelésére, mondta Porga Ferenc. Tamási megcélozta a Zöldváros címet, a logójában is ez szerepel, tehát ez összhangban van a Zöldváros stratégiánkkal. Ha Zöldváros szeretnénk lenni, és azt gondolom, ezen jó úton járunk, akkor ezekre a veszélyekre nekünk figyelnünk kell, és fel kell készülnünk. Magyarországon Tamási mellett Veszprém lesz még részese a nemzetközi felmérésnek. 17.894 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.600.411 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 88, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.636 főre emelkedett. 4.451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.366.000-en kaptak. Tolna megyében szerdán 526 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 33.539-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Február közepe helyett májusig két oltással is érvényesek maradnak az oltási igazolványok, igazodva az Európai Uniós országok gyakorlatához. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a csütörtöki kormányinfón. Hozzátette, a kormány nem akarja, hogy a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint más uniós polgárokra. Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a virológusok többsége szerint az 5. hullám csúcsán jár Magyarország, és amilyen gyorsan felfutott a fertőzés szám, annak csökkenése is olyan sebességgel várható. A vírus az 5. hullámban lényegesen gyorsabban terjed, mint korábban, de sem a kórházban kezeltek száma, sem az elhunytaké nem közelíti meg az előző ciklusokat. A kormány áttekintette az európai védekezést is, és azt állapítottuk meg, hogy a korábbi várakozásainkkal szemben sem Brüsszel, sem más európai uniós tagállamok a védettségi igazolvánnyal kapcsolatosan nem vezettek be szigorúbb szabályozást. Ennek következtében a második oltástól számított 270 napig érvényesek az uniós igazolványok, és miután nem akarjuk, hogy Magyarországon a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint a külföldiekre, ezért megváltoztattuk a korábbi döntésünket, és május 1-ig két oltással az oltási igazolványok továbbra is érvényesek lesznek.
Újabb 5 utcának a felújítására nyert 206 millió forint kormányzati támogatást Bonyhád. Első ütemben 2 út rekonstrukciója valósul meg, aminek előkészítő munkálatait már február 7-én megkezdi a kivitelező. Ezek teljes felújításával várhatóan március végére elkészülnek. 5 rossz állapotban lévő utca felújítására nyert 206 millió forintos kormányzati támogatást Bonyhád város önkormányzata. A napokban megtörténik a munkaterületek átadása, és a február 7-i héten a kivitelező már el is kezdi a munkálatokat. Első ütemben a Jókai és a Hoffer Károly utca kerül felújításra, majd ezt követően az év során folyamatosan az ebben a csomagban szereplő másik 3 utca, konkrétan a Nádasdy utcának, a Táncsis utcának és a Vasvári Pál utcának történik meg még ez a felújítási sorozata. 2 réteg új aszfaltburkolatot kapnak az utcák, valamint alépítményi és szegélyjavításokat is végeznek majd. Az előkészítő munkák körülbelül 4 hétig tartanak, ami alatt az út még járható lesz. A 2 utca teljes felújítása előre láthatólag március végéig elkészül. A projekt első üteme mintegy bruttó 72 millió forintba kerül. A Jókai utca 267 folyóméter hosszban átlag 6,3 méter szélességben fog megújulni. A Hoffer Károly utca pedig 390 folyóméter hosszban, összesen mintegy 2600 négyzetméter felületen kap új aszfaltburkolatot. Egy másik kormányzati támogatásból a Fáy András utca helyreállítása is megkezdődik idén tavasszal, így elmondható, hogy egy soha nem látott mértékű útfelújítás zajlik 2022-ben a Völgységi városban. A munkák idejére a lakosok türelmét kéri a polgármester. Szerdától kapják készhez a családi adó visszatérítést azok a családok, akik postán keresztül kérték a kézbesítést, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a hivatalos Facebook oldalán. Kiemelte, több mint 160 ezer családnak közel 50 milliárd forintot visznek ki a postások ezekben a napokban. Azok, akik bankkártyára kérték az utalást, a törvényi határidő lejárta előtt, azaz február 14-éig kapják vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. A családi adó visszatérítéssel összességében több mint 600 milliárd forintot adunk vissza a gyermeket nevelő szülőknek. Erre a magyar gazdaság sikeres újraindítása ad lehetőséget. Magyarország Európában az elsők között haladta meg a járvány előtti gazdasági teljesítményét. Tavaly 6,8%-kal erősödhetett a bruttó hazai termék, és idén is jóval 5% feletti bővülés várható. Az érettségizőknek nyújt számtalan lehetőséget a Tolna megyei szakképzési centrum. A megye 6 városában 8 intézmény tartozik a centrumhoz, ahol az érettségire épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak az érdeklődők, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. Csapó Gábor főigazgató elmondása szerint összesen 20 ágazat és 40 szakmai kimenet szerepel az iskolák kínálatában. Közeledik az érettségi és a felsőoktatási felvételi jelentkezések határideje. A Tolna megyei szakképzési centrum a most végzős diákoknak nyújt továbbtanulási lehetőséget. Tamásiban a Vályi Péter szakképző iskola és kollégium 3 alternatívát kínál a középiskola elvégzését követően. Az egyik a technikumi kereskedő és webáruházi technikus, a másik pedig a szakképző iskolai gépészetágazatbeli hegesztő szakma, illetve építőipar ágazatbeli köműves szakmai oktatás. Mind a 3 alternatíváról azt kell mondani és tudni, hogy 2 éves szakmai oktatás, ahol az első fél évben ágazati alapoktatás történik. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz a megye 6 városában 8 intézmény tartozik. Többek között az érettségire épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek az érdeklődők. Összesen mintegy 20 ágazat és 40 szakmai kimenet szerepel a centrumhoz tartozó iskolák kínálatában. A szakképző iskolai palettánkon olyan képzések szerepelnek, amelyek piacképesek, és amelynek révén könnyedén el tudnak helyezkedni a tanulók a munkaerőpiacon. Másrészt nagyon fontosnak gondolom, hogy ezek a képzések ingyenesek. Az új szakképzési rendszerben a 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése ingyenes. A Tolna megyei szakképzési centrum 2022-2023-as tanévre meghirdetett kínálata megtalálható a www.tmsc.hu honlapon és az iskolák weboldalain is.
15 milliárd forintos keretösszeggel folytatja a kormány a munkahelyi képzéseket ösztönző támogatási programot, amelynek második szakaszában az 50-nél kevesebb főt foglalkoztató hazai mikro- és kisvállalkozások 70%-os támogatást igényelhetnek dolgozóik vállalati képzéséhez, mondta csütörtökön György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A programban a munkavállalóknak továbbra is a feladataik ellátásához szükséges kompetenciákat kell elsajátítaniuk, digitális készségeket vagy idegen nyelvet kell tanulniuk, és a munkáltatók számára változatlanul kikötés marad, hogy legalább egy évig tovább foglalkoztassák a résztvevőket, és bérüket a 2021 évi átlagbérükhöz viszonyítva kötelező emelni. Változik a maximális támogatás összege a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 50-ről 75 millió forintra, míg a nagyvállalatok esetén 100-ról 150 millió forintra növekszik. Az egy munkavállalóra maximálisan elszámolható képzési költség alapesetben 200 ezerről 250 ezer forintra, míg a kiemelt területek esetében 300 ezerről 350 ezer forintra nő, és ezzel párhuzamosan 25%-kal emelkednek a maximálisan elszámolható óradíjak is. Tolna megyei lett az év önkéntes tűzoltó egyesülete. A Bonyhádi Öte 605 egyesület közül hozta el a megtisztelő címet, melyet a 2021-es évben végzett szolgálatukkal érdemeltek ki. Miklós Roland, a szervezet elnöke elmondta, nincs annál jobb érzés, mint segíteni a bajba jutottakon. Országos elismerést kaptak a bonyhádi önkéntes tűzoltók a 2021-ben végzett munkájukért. A járványhelyzet miatt szűk körben, hibrid formában megtartott ünnepségen adták át a díjakat. Az év önkéntes tűzoltó egyesülete címet a Bonyhádi Öte kapta, amit Miklós Roland elnök vett át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatótól. Ezt a díjat azért sikerült az egyesületnek elnyerni, mert folyamatosan minden egyes káreseményen részt tudunk venni. Az országban bármilyen káresemény történik, ami a mi közigazgatási területünkön kívül történik egy nagyobb káreset, akkor egyesületünk is elsőként van, aki akár távolabbi településekre is elmegyünk segíteni. 2021-ben 80 esethez vonultak az önkéntesek, emellett a Völgységi Tűzoltó Múzeum értékeinek bővítésében és fenntartásában is nagyon sokat munkálkodnak. Az ő tevékenységükben a hangsúly az önkéntességen van, hiszen mindenféle díjazás nélkül saját szabadidejük terhére segítik a bajba jutottakat. Egyesületünk 35 főből áll, amiből 15 vonulós tagunk van. Tehát vonulós tagot mindig szívesen látunk, meg pártoló tagokat is mindenki szívesen látunk az egyesülethez. Mi nagyon örülnénk ahhoz, hogyha valaki ezt önkéntesen tudná vállalni és csatlakozna az egyesületünkhöz. A díjra a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság terjesztette fel az egyesületet, akik 605 öte közül kerültek ki győztesként. Regionális híreink következnek. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, rács mögé került a mohácsi anyagyilkos. Megújulnak az önkormányzati bérlakások és környékük, fejlesztik a Váralja utcát Siklóson. Újra kolbászfesztivált tartanak Fonyódon, a pandémia miatt tavaly elmaradt a rendezvény. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a mohácsi anyagyilkost. A pécsi törvényszék tanácsa a február 2-án megtartott tárgyaláson mondta ki az ítéletet, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, közokirathamisítás és becsületsértés vádpontokban. Bár a szakértői vizsgálatok során megállapították, hogy a vádlott személyiségzavarban szenved, ez nem volt befolyásoló tényező abban, hogy felismerje tettét. Megbilincselve vezetőszáron hozták a pécsi törvényszék tárgyalótermébe azt a férfit, aki még 2019-ben Mohácson megölte édesanyját. Az elkövetőt több vádpont miatt is a bíróság elé állították, az emberölés mellett ugyanis közokirathamisítás büntettéért és becsületsértés vétségéért is felelnie kellett. Közokirathamisítással azért vádolták, mert megszerzett egy doktori oklevél megnevezésű, sorszámmal ellátott, hamis, valótlan tartalmú diplomát. Becsületsértést pedig akkor követett el, amikor édesanyja ellentett feljelentést. Egy telefoni beszélgetés során agresszív hangnemben közölte vele, hogy elege van belőle, tüntetett a életét, a továbbiakban nem hajlandó elviselni,
és menjen most azonnal, induljon és vesse magát a vonat elé, és akkor ennek nyomán tett feljelentést a város az édesanyjával szemben. Emiatt kereste fel a rendőrséget, ahol trágár szavakkal, becsmérlő kijelentésekkel illette a vele foglalkozó rendőrszázadost. Bő egy hónappal később édesanyja Mohácsi otthonában szóváltás alakult ki a nő és a férfi között. A vita odáig fajult, hogy a vádlott különböző elektronikai berendezések kábeleivel megkötözte a sértettet, majd több serpenyővel és egy húsklopfolóval fejbe is ütötte. Ezt követően a férfi egy paplant, valamint egy szőnyeget terített a nőre, majd öt késsel és egy vaskampóval átszúrta azokat. Mindezek után dohányzóasztalt, székeket pakolt a vérző, sérült anyára, majd elhagyta a szobát, az ajtót pedig a hűtőszekrénnyel eltorlaszolta és elment. Az orvosszakértői vizsgálatok szerint a nő másnap elhunyt, halálát fulladás okozta, amihez a vádlott cselekedetei is hozzájárultak. A bíróság végül bűnösnek találta a férfit. Rendelődés büntetében a BDK 342 szakasz 1-be 2-es C-pontjába ütközés büntetendő 2 emberi közötti hamisítás büntetében és a BTK 227 szakasz 1-es bekezdés A pontjába ütköző figyelemmel a BTK 321 szakasz 2-es bekezdésére is becsületsértés végcsérében. Ezért a bíróság halmazati büntetésül életfogytig tartó szabadságvesztéssel és 10 év közügyekkel eltiltásait éli. A kiszabott szabadságvesztést egy házban kell végrehajtani, amelyből feltételes szabadságra 25 év elteltével eltetét követően attól bocsátható. A szakértői vélemények szerint a vádlott a beszámítási képességét befolyásoló elmebetegségben nem szenved, azonban fennálló személyiségzavara a bűncselekmények elkövetéséhez hozzájárult. Az ügyész a jogorvoslat bejelentésére 3 napi határidőt tartott fenn, a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be, az emberölés vonatkozásában felmentés, egyebekben enyhítés érdekében. Több mint 756 millió forintból újul meg Siklóson a Váralja utca. A jelenlegi szegregátum modernizálása az utolsó programelem, ami egy összesen 915 milliós projekt része. A munkálatok keretében felújítják az önkormányzati bérlakásokat, kialakítanak közösségi tereket, pihenőhelyeket és gyalogos sétányt is. A tervek szerint őszre elkészülnek a fejlesztéssel. Az időkapszula elhelyezésével tették le azt az alapkövet Siklóson, ami a Váralja utca fejlesztésének kezdetét jelképezi. Rigl Gábor polgármester elmondta, hogy az elmúlt évtizedben nagyon sok szó esett arról, hogy hogyan lehet az itt élők életkörülményeit javítani, de érdemi változás sokáig nem történt. 2 év elteltével ez a 3. és egyben utolsó ilyen megörökölt pályázati program. Több mint egy tucat önkormányzati bérlakást tudunk felújítani, ez 2 szempontból is nagyon fontos nekünk, nekem. Egyrésztről nyilvánvaló az önkormányzat vagyonelemeit tudjuk felújítani és jókarba helyezni, másrésztről pedig olyan várajai lakosoknak tudjuk ezt felkínálni, odaadni, akik végigkövették a projektet és gyakorlatilag átköltözőként vagy beköltözőként partnerei az önkormányzatnak ebben a felújításban. Ez egyébként a megyében jelenleg a legnagyobb értékű fejlesztés, hiszen a Siklós Váralja projekt összesen 915 millió forint, emelte ki köszöntőjében a térség országgyűlési képviselője. Nagy Csaba hozzátette, hogy ez a programelem ráemelési kérelemmel több mint 756 millió forintból valósul meg, így javítva a helyiek komfortérzetét. Ez azért történt így, mert szerettünk volna azoknak az embereknek, akik itt a Várajában élnek, illetve rajtuk keresztül a siklósiaknak egy olyan programot idehozni, ami mindenképpen előre viszi az itt élőknek a sorsát, az egyéni sorsát, a családokra lebontott sorsokat, és egyben segít a városnak is a tekintetben, hogy a szegregátumot megpróbáljuk felszámolni és az együttélést segíteni. A tervek szerint már ősszel elkészülnek a munkálatokkal. A projekt végén felújított önkormányzati bérlakások, közösségi terek, gyalogos sétány és pihenőtér várja majd a Váralja utca lakóit és a környékbelieket. A pandémia miatt tavaly elmaradt, idén viszont újra megrendezik a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivált. A koronavírus miatt több változtatást is bevezetnek a szervezők. A csapatok száma ugyan kevesebb lesz, de így is közel 40 szervezet, baráti társaság tölti majd a kolbászt jövő hétvégén. Még üres a Fonyódi sportcsarnok előtti parkoló, közel egy hét múlva azonban benépesül a terület. 12. alkalommal rendezik meg a településen a Kolbász Fesztivált, amely a fenntarthatóságra is törekszik. A fesztivál történetében először lesz repuhár, de a tavaly nyári Fonyódi Fesztiválokon már hozzászokhattak az emberek,
egy nagyon jó dolog, tehát egyszer az ember kifizet egy bérleti díjat rá, ha megitta belőle az italt, visszacseréli a következőt, ugyanilyenbe kapja, és ugye nem lesz szemét, mert ezeket 3000-szer el lehet mosni. Tavaly a koronavírus járvány miatt nem tudták megrendezni a fesztivált, de a Covid miatt idén is lesznek változások. Több helyen biztosítanak készfertőtlenítési lehetőséget, és a csapatok számát is mérsékelték. A baráti társaságok, civil szervezetek jönnek kolbászt tölteni, és így lesz vasárnap is, amikor pedig a balatoni és a somogyországi településeket várjuk kolbászt töltésre. Mindemellett véradással, jótékonysági akcióval készülünk. Idén daganatos gyermekeket segítő pécsi alapítványnak gyűjtenek, mondta Farkas Gábor szervező. Egy jótékonysági sztárkolbász töltéssel készülünk a pénteki napra, ahol nagyon sok ismert zenész, sportoló fog részt venni, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan ellátogatnak erre a jótékonysági töltésre, és sokan megvásárolják majd a sztárkolbászt, és segítenek ezáltal is a beteg gyerekek gyógyításában. Mint azt a szervezők elmondták, a programhoz kapcsolódó kézműves vásár szabadon látogatható lesz. De a Kolbász Fesztivál főhelyszínét, a sportcsarnokot és környékét elkerítik, ide csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. A rendezvény környékére autóval nem lehet bejönni, már csütörtökön elkezdjük ezt az építést, és ez vasárnapig ki fog tartani ez az útlezárás. A környékbeli utcákba fognak sokan megállni, abban biztos vagyok. Mi a kijelölt parkolónak a kikötői vigadótéri parkolót jelöltük ki, onnét egy néhány perces séta fel a rendezvény, viszont aki a panorámába is akar gyönyörködni, az pedig ott tud mindjárt az autója mellett kisétálni a molóra. A Fonyódi Kolbász Fesztivál jövő péntektől vasárnapig várja finom falatokkal és koncertekkel a látogatókat. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Zöldváros környezetvédelmi felmérés kezdődik Tamásiban. Útfelújítás Bonyhádon, 5 utca újul meg kormányzati támogatásból. Szakképzés az érettségi után, 20 ágazatot és 40 szakmai kimenetet kínál a Tolnamegyei Szakképzési Centrum. A Bonyhádi Öte lett az év önkéntes tűzoltó egyesülete, 605 szervezet közül választották ki a Tolnamegyei csoportot. Pénteken viharos, akár 80 km/h északnyugati szél fog fújni, délelőtt szakadozottan felhős, változóan napos idő várható, majd délután megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhat futó záporeső, hózápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Éjszaka ismét csökken a felhőzet, az ország túlnyomó részén viszont erős marad az északnyugati szél. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!